Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 30. adásában. Mai műsorunkban első vendégem dr. Fischer Vilmos lesz, akit a közelmúltban neveztek ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárává. Ezt követően Varga László zumba oktató beszámol nekünk a februári zumba maraton programjáról. Végül pedig Seres Tünde Művelődési Ház vezetőtől betekintést kaphatunk a Turai Bartók Béla Művelődési Ház életébe. Tartsanak velünk! Mai adásunkban első beszélgető partnerem egy igen rangos vendég, méghozzá dr. Fischer Vilmos, aki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Szeretettel köszöntöm Önt, Vilmos! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vilmos, én úgy tudom, hogy önnek a térségünkhöz is igen erőteljes kötődése van, hiszen eredetileg aszódi származású, ám emellett a sors aztán Csővárra sodorta. Kérem, meséljen nekem nagy vonalakban egy picit az élet útjáról. Aszódi vagyok, valóban. Édesanyám Aszódon gyerekorvos, bár már nyugdíjas, de még mindig aktív. Édesapám pedig nyugdíjas agrármérnök, és úgy hozta az isteni sors, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetemen végeztem, és utána a Csővári Evangélikus Egyházközség lelkésze lettem, ahol éppen a mai napon 12 év és 5 hónapja vagyok lelkész. Emellett pedig a Liszt Ferenc repülőtér lelkészeként is tevékenykedik. Ha jól tudom, lassan 10 éve, vagy már több is, mint 10 éve. Ez a tevékenység milyen feladatot foglal magában? Általában azt mondhatjuk, hogy a repülőtereknek, a nemzetközi közforgalmú repülőtereknek vannak olyan helységei, ahol úgynevezett nemzetközi imádkozó szobákat hoznak létre. A világvallások miatt igénylik ezt az utasok, alkalmazottak, várakozók, kísérők, hogy legyen egy olyan csendes szoba, ahol be tudnak menni, vagy egy kápolna, ahol egy kicsit lelkileg is fel tudnak töltődni. Ugyanis általában nem látjuk az embereken, hogy milyen terhekkel vannak tele. És van, aki éppen először ül a repülőre, éppen életében először kell, hogy a levegőbe emelkedjen, akár egy temetésre megy, tehát nagyon sokféle lelki állapotban lehet általában közlekedni, és az ilyen esetekben is jó, hogyha van egy repülőtéri lelkész. 180 repülőtéri lelkész van a világban, a Repülőtéri Lelkészek Nemzetközi Szövetsége fogja össze a repülőtéri lelkészeket. A Magyarországon a Liszt Ferenc Nemzetközi Közforgalmú Repülőtéren katolikus, református és evangélikus lelkész van a repülőtéren. Van egy kápolna is, most éppen újjáépítés alatt van, most csak irodánk van, de van egy kápolna is alaphelyzetben, ahol egyébként esketünk, persze nem azt, aki hirtelen betéved, hanem ha előre valaki bejelentkezik, akkor megfelelő jegyes oktatás után esketjük őt. Utána, amint kész az esküvő, már is mehet a tranzitban nászútra, a szülőket pedig elküldik egy gyors étkezdébe, már nagyon sokféle esettel találkozunk, illetve vannak olyan esetek is, amikor kifejezetten alkalmazottakkal foglalkozunk, az alkalmazottak gyerekeivel, tehát egy nagy család a repülőtér tulajdonképpen. Azonban a lelkipásztori tevékenység mellett egy igen rangos címet is megkapott a közelmúltban, amit már említettem is, hiszen ön is jelölést kapott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkári pozíciójára. Hogyan történt ez a dolog az ön életében, Vilmos? Ez úgy történik, hogy amikor lejár egy ciklus, akkor a Magyarországi Egyház Ökumenikus Tanácsának az elnöksége jelöl, és jelölt engem erre a tisztségre, utána a közgyűlés nagy többséggel titkos szavazással meg is választott a következő 6 éves ciklusra. Így a következő 6 éves ciklusban a feladataim közé tartozik többek között, hogy az ökumenikus imaheteket szervezze, ami mindig január hónapban van, az áprilisi ortodox hétvégét, vagy az országos reformáció hónapját, ugye októberben. Aztán vannak olyan rendezvények, amelyek például kifejezetten kulturális rendezvények, amelyeket szintén az ökumenikus tanács szervez. Illetve vannak olyan feladata is az ökumenikus tanács főtitkárának, mint például a
magyar állammal való kapcsolattartás, a tagegyházakkal, ugye 11 tagegyháza van az Ökumenikus Tanácsnak, a Római Katolikus Egyház megfigyelő státusszal vesz részt, ez annyit jelent, hogy Bábel Balázs érsek úr képviseli a Katolikus Egyházat, részt vesz az üléseinken, tanácskozási joggal, de ugyanakkor nem szavaz az üléseinken. Az ökumenében a Római Katolikus Egyház is természetszerűen részt vesz, csupán ebben a döntéshozatalban nem vesz részt. Tehát, ha jól értem, akkor a mozgalomban képviselteti magát a Katolikus Egyház, de egyébként a hivatali oldalon nem jelent. Igen, abszolút, abszolút. Tehát kiváló a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a viszonya a Római Katolikus Egyházzal, természetesen ezt kell, hogy mondjam. 1943-ban alakult meg a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. És amikor megalakult, pontosan ezzel a céllal jött létre, hogy egyrészt egy érdek képviseleti fórum is vagyunk, tehát a tagegyházainkat képviseljük akár a magyar államnál, akár egymás között is közvetítünk. Olyan kérdésében, mint például egyházi esküvők. Ugye ez manapság egyre inkább előtérbe kerül, hogy nem csupán úgynevezett tiszta házasságok kötődnek, hanem úgynevezett vegyes házasságok is kötetnek. Amikor például az egyik fél római katolikus, a másik pedig mondjuk református vagy evangélikus, és ebben az esetben persze felvetődik a kérdés, hogy akkor hol legyen az esküvő, milyen szertartása. Na erre dolgozta ki például a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa azt a liturgiai könyvet, esketési rendet, amely meghatározza, hogy ha katolikus templomban van az esküvő, és mondjuk az egyik fél evangélikus, akkor a szertartás főként a katolikus egyház szertartását követi, de a kérdéseket megfelelő módon az adott félnek a lelkész és a pap teszi fel. Ha mondjuk evangélikus templomban van az esküvő, akkor inkább az evangélikus egyház szertartásához igazodik, de ugyanakkor ugyanígy a kérdéseket a megfelelő felekezetnek a lelkész, a papja teszi fel. Tehát én azt gondolom, hogy alapszinten ebből kell kiindulnunk, hogy a helyi viszonyokra is tud egyfajta segítséget adni az ökumenikus tanács. Ugyanakkor vannak olyan országos rendezvények, mint például az ökumenikus imét, ami ugye most volt január 3. hetében kezdődött, a Bazilikában volt ennek a nyitó alkalma, és az ökumenikus ezt tanács. Ezt is önök szervezték, ha jól tudom. Így van, szervezte. Ez annyit jelentett, hogy ugye a magyarországi egyházaknak a püspökei, református, evangélikus püspökök, ugye természetszerűen ugye a bíboros úr, ő mondta a szentbeszédet, szolgáltak együtt. És ennek van egy üzenete is. Ez pedig az, hogy a Krisztus hívők egysége az egy kiemelt szerepet tölt be az egyházak életében. Függetlenül a felekezetektől a Krisztus hívők egysége az ma, én azt gondolom, hogy előtérbe fog egyre inkább kerülni, hogy mi keresztény emberek azért, mert más felekezethez tartozunk, ez nem azt jelenti, hogy egyébként a véleményünk a nagy mértékben eltér. Hiszen egy ügyet képviselünk, Krisztust követőek vagyunk mind. A lényeg ugyanaz. Így van, így van. Az egy másik kérdés, hogy a saját, amiben fölnőttünk, amit megtapasztaltunk, ahol hittanúrára jártunk, abban a felekezetben vagyunk. De az egyetemes egyház ezt jelenti, hogy Krisztusban mindannyian egyek vagyunk. És ez az, amit képvisel nyilván az ökumenikus tanács. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtartani a felekezeti kötődésünket. Az egy jó dolog, hogyha az ember tudja, hogy honnan jön. De ugyanakkor nyitottaknak kell lennünk arra, hogyha például vegyes házasságok vannak, már pedig vannak is egyre több, akkor tudomásul kell venni azt, amit sokszor az egyházi vezetők nehezen vesznek tudomásul, de helyi szinten jól működik. Hogy egyik vasárnap az egyik templomba mennek, és a másik vasárnap pedig a másik templomba mennek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek helyi szinten már viszonylag jól működnek. Csak sokszor nekünk, akik benne vagyunk akár döntéshozatalokban, nekünk kell felnőni ahhoz a magas szinthez, amit sokszor helyi szinten már az emberek abszolút gyakorolnak. Nyilvánvaló, hogy a tanács is felsőbb utasítások alapján dolgozik. Hogyan épül fel ez a hierarchia, hogyha mondjuk akár a világviszonylatot nézzük? A Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsának van egy úgynevezett operatív testülete. Ez havonta egyszer ülésezik, és itt a minden hónapra az ügyvitelt beszéljük meg. A fő képviselői az ökumenikus tanácsnak, az ökumenikus tanács elnöke és az ökumenikus tanács főtitkára. Az elnök mindig püspök. A főtitkár általában doktor lelkész. A
Amennyiben az elnök református, a főtitkár evangélikus. Amennyiben az elnök evangélikus, a főtitkár református. A korábbi elnök Szebik Imre evangélikus püspök volt, a főtitkár pedig az én elődöm dr. Bóna Zoltán volt, és most az új elnök Steinbach József, Dunántúli református egyházkerület püspöke, és a főtitkár pedig személyem. Tehát így alakul ki tulajdonképpen első körben a döntéshozatal. Aztán persze az operatív testületi ülések, amelyek hónapról hónapra vannak, azok mellett fontos, hogy legyen elnökségi ülés. Az elnökségi ülések az már egy magasabb szint. Az annyit jelent, hogy a tagegyházaknak, ugye a 11 tagegyházaknak a vezető püspökei, vagy egyházelnökei vesznek részt, és évente kétszer. Általában év elején, most lesz majd március-áprilisban egy ilyen elnökség, illetve év végén általában novemberben, decemberben vannak ezek az elnökségi ülések. És évente egyszer van egy közgyűlés, ami általában az év végén szokott lenni. Tehát ezek azok a döntéshozó szervek. És ezen kívül persze vannak bizottságok, öt bizottság működik, mint például ifjúsági bizottság, vallás és dialógus bizottság, szociáletikai bizottság. Tehát vannak olyan etikai kérdések, amelyekkel mi foglalkozunk. Ugye? Vagy vannak olyan vallási kérdések, amivel a vallási bizottság foglalkozik, akár ha iszlám vagy krisna tudatú, akkor a gondolok, akik Magyarországon is ugye jelen vannak. Tehát velük is a kapcsolattartás, ők persze nem tagjai az ökumenikus tanácsnak, de az ökumeni azt is jelenti persze, hogy a világ vallásokkal való kapcsolattartás az szintén a tanácson keresztül működik. Tehát minden vallás harmóniát kell, hogy képezzen alapvetően. Mely 11 felekezetről beszélhetünk, akik ide tartoznak tagként? Beszélünk 5 ortodox egyházról. Itt van például ugye a szerb ortodox egyház, vagy a konstantinápolyi patriarchátus, vagy a moszkvai patriarchátus. Tehát az ortodox egyházak, én azt gondolom, hogy fontos szerepet töltenek be a Magyarországon. Ugyanakkor vannak mellette úgynevezett nagyobb és kisebb protestáns egyházak. Ugye a nagyobbaktól nézzük, akkor ugye református, illetve az evangélikus egyházról beszélünk, illetve a baptista egyház, metodista egyház, anglikán egyház és a pünkösdi egyház. Az anglikán egyháznak az az érdekes, hogy az Angliának a vallása, és Magyarországon az anglikán egyháza az angol nagykövetségen működik, de ettől függetlenül tagjai az ökumenikus tanácsnak tulajdonképpen. Értem. Ugye arról már beszéltünk, hogy a magyar katolikus egyház csak mint szemlélő vesz részt, de ha jól tudom, akkor ez nincs így minden országban. Igen, nagyon jó a felvezetés, hiszen például Ausztriában a római katolikus egyház tagja az ökumenikus tanácsnak. Minden egyes országnak van nemzeti ökumenikus tanácsa. Nincs ezzel másként a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa sem. És van egy világszervezet, ennek az a neve, hogy Egyházak Világtanácsa. Ez a világszervezet, ez Genfben székel, 1948-ban alakult meg. Az érdekes az, hogy a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa 1943-ban alakult. Vagyis hamarabb alakult meg, mint az a szervezet, amelynek most mi tagegyháza vagyunk. Ez azt jelenti, hogy annyira jól csinálták itt Magyarországon a 40-es évek elején, hogy ez a nemzetközi szervezet, amelyik megalakult 1948-ban, szinte példaként nézett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsára, és az alapján építette fel ezt a nemzetközi szervezetet. Tehát nagyon komoly múlttal rendelkezik, szakmai múlttal az Ökumenikus Tanács. És ugyanakkor az Egyházak Világtanácsának 350 tagegyháza van szerte a világon, tagja például a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa is, ugye tagintézmény vagyunk, így ott is van egy elnök, aki szintén püspök, és van egy főtitkár, aki szintén lelkész. És így próbálunk mi teológiai kérdésekben, szociáletikai kérdésekben, ifjúsági kérdésekben, vallási kérdésekben szintén kapcsolódni ahhoz a nemzetközi programhoz, amelyet az Egyházak Világtanácsa képvisel. Aztán van egy másik szervezet, az Európai Egyházak Konferenciája. Szintén genfi székhelye van ennek. Ennek az érdekessége az, hogy mi is tag vagyunk itt, ugye, illetve jövőre lesz 2013. júliusában
a nagy gyűlés, amely 6 évente van, és az Budapesten lesz. Tehát ennek a szervezésében is most van egy bizottság, amik itt Magyarországon szervezi ezt a világtalálkozót, és ezt a bizottságot is például jövő héten fogom összehívni. Tehát próbálunk azért a nemzetközi vérkeringésbe is részt venni a lehetőségeinkhez képest. Minél szélesebb körben ezek szerint. A beszélgetés elején volt szó arról, hogy az ökumenikus imahét megrendezésre került a bazilikában. Egy kicsit térjünk ki erre, hogy ez hogyan sikerült, milyen programokkal várták az itt megjelent résztvevőket. A bazilikában nyitottuk meg az imahetet. Ez azt jelenti, hogy az imahétnek eddig legalábbis mindig csak nyitó alkalmai voltak, megnyitottuk országos szinten, és utána terjedt az országba, és minden egyes településen, ahol vannak felekezetek, tehát nem csak egy felekezet van, a homogén, hanem heterogénen több felekezet is megjelenik, akkor tulajdonképpen ez osztódott és növekedett, és mindenféle módon megtartották az imaheti alkalmakat. Persze ezt nem lehet erre egy uniform ezt ráhúzni, hogy mindenhol ugyanúgy, mert ez vasárnaptól vasárnapig tart. De van, ahol csak 2 napot tartottak, volt, ahol 5 napot, tehát a helyi szokásoknak megfelelően, hogy meg tudták ezt nyilvánvalóan szervezni. Tehát elindítottuk. Most volt először ebben az évben, hogy egy ilyen kísérlet volt, hogy legyen egy záró alkalom is. Ez most volt először, és ez jól sikerült. Tehát nem zárom ki, hogy a jövőben adott esetben lesznek olyan hivatalos záró rendezvényeink is, amikor egy istentisztelet keretében lezárjuk a következő vasárnap az imahetet, és nem csak megnyitjuk, mert most csak útjára engedtük, de nem zártuk eddig le. Most volt egy kísérlet, ez a kísérlet jól sikerült, és megpróbáljuk majd ezt lezárni a jövőben. Sok sikert kívánok mindehhez a jövőben, és eredményes munkát kívánok a főtitkári poszthoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Következő vendégem egy fitness edző, aki egyben zumba oktató is. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Varga Lászlót Aszódról. Köszönöm szépen, hogy meghívtál. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kérlek, mesélj nekem arról elsőként, hogy hogyan fonódott össze a te életed a sporttal, és mikor kezdődött el ez a dolog? Hát egészen gyerekkoromban kezdtem el sportolni, akkor még egy egészen más vonalom. Ott megragadott egy bizonyos sportág, ami hát most már egy kicsit másabb jelleget ölt, legalábbis részemről, mint ami addig volt. De 14 évesen, és akkor csináltam egy gyors ugrást, 14 évesen elkezdtem táncolni, és onnantól fogva a társas táncot egy közel 10 éven keresztül versenyszerűen űztem. Aztán utána pedig megismerkedtem magával a fitnesszel, ott végeztem egy fitnessedzői tanfolyamot, de közben egyébként meg még mellette sok minden mással is foglalkozva, koreografáltam, és hát a latin táncoknak úgymond a saját szegmensemben egy picit ilyen mesterképző kurzusán is eljutottam el ahhoz a ponthoz, amikor már elkezdhettem foglalkozni azzal, hogy tanítok. És akkor igazándiból elkezdtem tanítani, ez közel most már ilyen 10-15 éves intervallumot fed le. Azok alapján, amit elmondtál, elég sok területén belekóstoltál a sportéletbe, viszont jelenleg most egy újfajta irányzatot is űzöl, méghozzá a zumbát, ami most egy nagyon-nagyon divatos sportág lett, de miről is szól ez a zumba tulajdonképpen? Ez a zumba, ez egy érdekes történet, ugye szeret mindenki mozogni, ugye a fitness, mint olyan, ez már egy elég régi, az aerobikkal, meg egyebekkel kapcsolódva. Európában volt egy fiatal úriember, aki kitalálta azt, hogy ő, mint fitnessedző, sajnos nem tudott labdába rúgni, mert a sokadik, 29. 30. ember volt az abban a kisvárosban is, ahol éppen szeretett volna ebben a dologban részt venni. Ugyanakkor viszont volt egy nagyon-nagyon komoly végzettsége a társas táncok terén, és hát volt neki egy adottsága is, hogy ő egy ilyen latin beállítottságú fiatal úriember volt, és azt mondta, hogy mi lenne akkor, hogyha ő ezt összekötni, ezt a kettőt, hogy lenne a fitness, meg lenne ez a kis latinos mozgás, és ebből csinálna egy új életvitelt. És akkor ezt így elkezdte űzni,
És hát érezhetően bevonzotta azt a fiatal kört, aki igazándiból a szebbik nemnek a képviseletében volt jelen. Nem beszélve arról, hogy ő is, mint fitness tanár, azért egészen jól mutatkozott ezen a páston, és akkor elkezdte ezt a akkor még Latin Fitness címen mozgó kis ilyen sport tevékenységet, amit aztán utána kialakított úgy, hogy lett ennek egy saját ágazata, majd lett neki 7 ágazata, mert ugye a zumba az most már gyakorlatilag nem csak egyféle, hanem hát sok-sokféle termékskálából áll, és aki ebben a dologban benne van, az pontosan tudja ezt, hogy milyen kategóriái vannak ennek, tehát sokféle kategóriája van. Itt igazándiból azt gondolom Magyarországon még azért nem az a jellemző, hogy nagyon sokféle kategóriát űznek. Van egy alapszint, amit szeretnek az emberek, ami igazándiból kifejezetten arról szól, hogy táncoljunk, bulizzunk, érezzük jól magunkat, és még mellette az a fitness mozgás, amit ez az egész dolog kardinálisan összefog, azt az egészet így összehozza kettőt így együtt, és akkor lesz belőle egy ilyen baromi jó kis óra, másfél órás kis elfoglaltsága az embernek. Te is tevékenykedsz oktatóként. Milyen helyszíneken lehet egyébként téged megtalálni, és milyen időpontokban oktatod akár ezt, akár a fitness irányzatot? Hát most jelen pillanatban nem csinálom máshol, még most csak a Szódon. Illetőleg most már a héten kezdek majd egy másik Ikladon itt a környéken szintén. Nekem 17 darab iskolám volt, de egészen mással foglalkoztunk, mi showtáncot tanítottunk. De az a recesszió, ami elért mindenkit, az elérte ezt az ágazatot is, mint minden szolgáltató ágazatot. És hát ezért az embernek váltani kell, és akkor azt mondta, hogy akkor én is belekóstolok ebbe, megízlelem ennek az ízét, miután én is latin táncoknak voltam egy picit a saját nézetem szerint, azt gondolom, hogy egész jó képviselője oktatóként, akkor én is elvégeztem ezt a kurzus, és akkor most innentől fog a zumba oktatóként tevékenykedek itt helyben, és akkor most már így úgy látszik, hogy az eredménye meghozta a gyümölcsét. Én szeptemberben kezdtem itt Aszódon oktatni, és most már Iklatra fölkértek, hogy akkor menjek oda, és aztán majd bízom benne, hogy megyünk tovább. Hogyan lehet hozzád jelentkezni, hogyha valaki kedvet kap ehhez a zumbázáshoz? Hát jelentkezni nagyon egyszerűen lehet. El kell jönni egy zumba órára, meg kell nézni, hogy milyen ez, ízleljen bele mindenki, próbálja ki, bírja végig, és ha majd a végén még tud beszélni, akkor majd odajön a végén hozzám, és akkor megbeszéljük a részleteket. Hány órakor kezdődik? Milyen napokon? Kedden és pénteken van nálam óra. Keddenként este 7-től fél 9-ig, pénteken pedig 6-tól fél 8-ig van. Ez a Petőfi Gimnáziumnak a sportcsarnokában van. Azonban te az oktatáson túl most egy új kezdeményezést is elindítottál, hiszen egy rendezvény sorozatot kezdtél el, ami nem csak, hogy a sport és az egészséges életmód jegyében zajlik, hanem összekötötted ezt egy jótékonysági céllal is. Hogyan alakult ez az ötlet nálad? Hát én mondtam neked, hogy a régi időkben én nagyon sok iskolával foglalkoztam, és mi nagyon sok rendezvényt rendeztünk. Sok rendezvénynek voltam én a főszervezője is, és azt gondoltam, hogy itt, ezen az aszódi kistérségben, meg ebben a térségben nem hiszem, hogy túl sok olyan rendezvény lenne, ami a fiatalokat arra motiválná, és egy olyan, tehát egy olyan ötlet lenne bennük megfogalmazódva, hogy a mozgás miért kell, miért fontos nekik az, hogy elmozduljanak egy picit a számítógépnek a zsenialitása elől. Mert én azt látom, és az összes tanítványom, akik ilyen fiatalkorúak, azt érzem rajtuk, hogy a mozgás az igazándiból a sokadrandú kérdéssé vált a számára. Nem fontos ez már senkinek sem, sajnos. Bár azt hiszem, hogy most talán majd a következő éveknek az eredménye majd azt fogja hozni, hogy azért a mozgás az, meg a testkultúrának a növelése, a saját testépítésünk az egy fontosabb szegmenst fog kapni majd. De innen jött az ötlet, hogy csináljak akkor egy olyan programot, aminek az lesz a célja, hogy hát mozdulj meg. Ez is lett a neve egyébként az egésznek. Semmi más nem kérek tőlük, csak azt, hogy vegyenek részt egy ilyen programon, jöjjenek el, érezzék magukat jól, és hogyha meglátják ennek, meg megérzik ennek az ízét, akkor talán egészen máshogy fognak gondolkodni majd róla. Nagyon jó dolog a számítógép, nagyon fontos az, hogy olyan ismereteket szerezzünk a világból,
amit az internet és az egyéb ilyen fórumokon, meg egyebeken megtalálhatnak. És a számítógépben nagyon sokat segít, de egyben biztos, hogy nem tud segíteni a számítógép abban, hogy a saját testedet formáld. Ehhez az kell, hogy mozdulj meg. És hogyan kapcsolódik ez össze a jótékonykodással? Úgy kapcsolódik össze a jótékonykodással, hogy miután arról beszéltünk, és ezt már egyszer megemlítettem, hogy a recesszió azért nagyon sok mindenkit elért, és nagyon sok minden, nagyon sokféle szegmensbe behatolt sajnos. Biztos, hogy van olyan gyermek, aki nem azért nem jön el egy-egy ilyen foglalkozásra, mert nem szeretne, hanem azért, mert egyszerűen nem teheti meg. Azért, mert a szüleinek jelen pillanatban az anyagi helyzete, vagy az anyagi bázisa nem tudja biztosítani számára azt, hogy ezt a dolgot ezt valamilyen szinten is ő meg a saját magáénak tudhassa. Ezért beszéltem a polgármesteri hivatalban a polgármester úrral, a Sztán úrral, és ő hát egyértelműen a keblére vette ezt az egészet, és ő meg is mondta, hogy milyen alapítvány javára szeretné ezt. Ez majd ki is van írva egyébként a képújságotokba, hogyha jól tudom, akkor megy a hirdetése, és akkor ott lehet is látni. Ezt nem szeretném most elmondani, mert nem szeretnék ilyeneket reklámozni, mert ez nem erről szól. De egy tény, hogy az összes bevételi forrás, ami ebből a dologból bevételként szerepelhet, hiszen 1500 forintért adjuk a felnőtt jegyet és 1000 forintért a gyerekjegyet, az mind arra fog menni, hogy azok a gyerekek, akik nem tudnak semmilyen rendezvényen részt venni, azok részt vehessenek ezen vagy, mások, vagy egy másik rendezvényen. Tehát magyarul az összes pénz ezen az alapítványon keresztül eljut azokhoz a személyekhez, akik szeretnének részt venni valamin, szeretnének elmenni valahova, szeretnének eljutni valahova, szeretnének valamit sportolni, vagy bármit csinálni egyáltalán, de nem tehetik meg. Érthető. Ez a belépő ár, illetve ez a támogatói jegy, amit itt említettél, ez ugye a programsorozat első állomására vonatkozik, ami egy februári pénteki napon lesz, méghozzá február 17-én az esti órákban. Ezen az esti rendezvényen mi az, amit kapnak az ide látogatók, akik, ha jól tudom, aktív és passzív formában is résztvevőként ott tudnak lenni? Igen, ez így van. Én azért szeretném, hogyha mindenki aktívan egy picit legalább részt venne ebben a dologban. Ha semmi másért, akkor csak azért, hogy legalább belekóstoljon ebbe a latinos mozgás kultúrába, amit ez a zumba ez képvisel. 6 latin oktató lesz, illetőleg 6 zumba oktató. Ebből lesz 2 olyan, ami hát igazán az egész rendezvénynek a fényét azért adja. Lesz egy jamaikai és lesz egy kubai zumba oktató. Ők angol nyelven fogják majd ezt az egészet csinálni. De hát az teljesen mindegy, mert hiszen a mozgás az nem hiszem, hogy nyelvhez kötött, az inkább csak a testbeszédet fogja jobban majd kommunikálni az emberek felé. De hát lesz még majd lett másik 4 tanár is. Illetőleg hát lesz egy DJ fiú, aki vállalta azt, hogy ezeket a latinos zenékkel egy picit majd még a hangulatot próbálja fokozni. Hát én azt hiszem, hogy ez a 6x fél óra, ha csak mindenki csak azt csinálja, hogy csak fél órát vesz részt egy ilyen programon, és utána egy kis levezetéssel így a kis latinos diszkóban ott részt vesz, az már akkor is megérte. De ha nem, hát akkor csak eljön és megnézi, meghallgatja, hallgat baromi jó zenéket, ami hát ilyen pörgő ritmusokra, egy jó kis kongasóval, meg egyebekkel megfűszerezve, ráadásul nem beszélve arról, hogy egy kubai szamba csoport fogja adni az egész esnek a fényét. Azok a szambatáncos nők azokban a ruhákban, amiben egyébként megnyerték a világbajnokságot, azok lesznek itt. Nem túl nagy ruhában, de inkább nagy toldísszel. Hát ez azt hiszem, hogy az uraknak is a kielégíti majd azokat a bizonyos ízléseit, amit hát egy ilyen szambatáncos nőnek a megjelenésebb tud generálni. És hát a hölgyekét is, hiszen ők eltanulhatják azokat a mozdulatokat, amit aztán este a partnerüknek akár meg is tudnak mutatni. Ez így van, meg nem beszélve arról, hogy ráadásul lesz itt 2 fiú is, aki, hát ők meg ezekben a brazil capoeira gyakorlatokban vannak igazán otthon, hát ők is egy kis gyakorlást fognak adni majd ebben az egészben. Tehát, ha jól értem, különböző bemutatók lesznek, illetve igen, műsorszámok, és mindemellett pedig aktívan lehet részt venni a zumba oktatásban is. Így van. Milyen ruházatot javasolsz az ideérkezőknek? Mi az, amit mondjuk célszerű viselni egy ilyen alkalommal? Ki mit szeretne?
Tehát igazándiból én nem mondanám azt, hogy ezt valamilyen ruhához kéne kötni. Amiben jól érzed magad, amiben megmersz mozdulni, és hát ami legfontosabb, hogy hát nyilván ne magas sarkú cipőben legyen egy hölgy, mert a zumba az nem erről szól. Tehát kényelmes sportcipő. Hát ilyen kényelmes sportcipő, igen, így van. Így van. Azt viszont kérném, hogy aki eljön, az tiszteljen meg minket azzal, hogy egy váltócipőt hoz magával. Az egy nagyon jó dolog lenne. Annak ellenére, hogy ez nyilván nem lehet ezt előírni, hiszen egy rendezvényen nem szokták előírni, de hát azért, ha semmi másért nem, csak azért, mert az idő ugye most jelen pillanatban nem éppen a nyári időszaknak megfelelő, hanem inkább a télinek, főleg most, ami most fog következni, ha minden igaz. Ez ilyen téli napoknak nézünk elébe, elég erősen. És hát azért a váltócipő azért szükséges, hogy ne csináljunk olyan nagy koszt. Mi lesz a pontos helyszín? Ez Aszódon lesz, a Csengei Általános Iskolának a sportcsarnokában. És este 7 órakor kezdődik? 19 órától 24 óráig tart a rendezvény, így van. 19 órakor a polgármester úr megnyitja a rendezvényt, és utána pedig folyamatosan majd a műsorvezető majd viszi ennek az egésznek a taktusát, és akkor egymás után jönnek majd a műsorok. Milyen tervezett elemei vannak még ennek a rendezvény sorozatnak a jövőben? Igazándiból ez lesz maga a rendezvény. Azért hívtuk ezt Zumba Maratonnak, mert ugye 6 oktató fogja ezt az egészet levezényelni, és ez egy nagyon hosszú táncos programról van szó, táncos sportprogramról. De hát azért lett maraton, mert hogy ugye ez több állomásos lesz, hogy lépkedünk egyik fázisról a másik fázisra. Szeretnénk majd a késő tavaszi idényben elindulni egy külső helyszínes nagy rendezvényeknek a megszervezésével, aminek már igazándiból el is indult a szervezése. Ebből lesz egy olyan hely például, ahol az Aqua Zumba lesz a főszereplő, mert felkértek minket, hogy egy olyan létesítménynek a kezdő lépését adjuk meg, ami éppen most fog majd indulni, még csak a tavaszi idényben. Most hozták ezt létre, és hát szeretnének egy ilyen dologban ők is részt venni, és akkor ott lenne egy ilyen második rendezvény. Ott fog majd elindulni a következő lépcsőfok. És tervezitek a továbbiakat is, tehát egy zumba roadshow az, ami tervben van itt véve. Ez így van, pontosan így van, egy roadshow lesz. Ez így van, egy roadshow lesz. És ez egy 5 állomásos roadshow lesz, egészen föl az északtól, az egészen le a déli területekig. Itt ezt így a Magyarország középső részét megpróbáljuk megcélozni. Említetted az aszódi önkormányzat támogatását. Az önkormányzaton kívül kik azok, akik még segítenek titeket ennek a programnak a megvalósításában? Hát akit igazániban meg tudok említeni, az aszódi sütőipari ZRT, aki hát ezt az egész dolgot fölvállalta, hogy ő is szeretne ebben a dologban részt venni. Ők magát magában a rendezvényben úgy vesznek részt, hogy miután az egészséges életmód a cél, és az volt a fő szlogenje magának a rendezvénysorozatnak, ők kiadnak egy új terméket, aminek az lesz a neve, hogy egészségkenyér, vagy valami hasonló, aminek még pontosan igazándiból a neve nem született meg, csak a terméke. Vagy legalábbis én még nem kaptam meg a pontos nevét, de meg lesz ennek is addigra, mire meg kell, hogy legyen. Ennek lesz egy sajtótájékoztatója egyébként pont ezen a rendezvényen, egy közvetlen mellette lévő helyiségben, és akkor ott fogja bemutatni magát a terméket, ott fognak róla beszélni, lesz egy kis disputa a sajtó képviselőivel, illetve hát magának ennek a terméknek, akivel foglalkozik, tehát a Pékszövetségnek az egyik vezetője fog eljönni, és akkor ők fognak kérdéseket, feleleket feltenni, illetőleg hát megválaszolni. És hát utána lesz még egy ilyen kis állófogadás szerű a sajtóképviselőinek, akik megtisztelnek minket azzal, hogy eljönnek hozzánk. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket az információkat. Kedves nézőinket pedig arra buzdítjuk, minden érdeklődőt és minden zumbázni vágyott, hogy február 17-én péntek este 7 órakor egészen éjfélig járjon utána a dolgoknak az aszódi Csengei Általános Iskolában. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A közelmúltban immáron 6. alkalommal került megrendezésre a Galgamenti Népzenészek újévi koncertje a Túrai Művelődési Házban. Következő vendégem Seres Tünde, a Túrai Művelődési Ház vezetője. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és előre is köszönöm a lehetőséget, hogy néhány mondatot mondhatok erről.
6. alkalommal került már megrendezésre ez a program. Miért örvend ekkora nagy sikernek ez a dolog itt Turán? Valóban 6. alkalommal került megrendezésre, és hát a siker mögött egy óriási csapat munkál, amiben természetesen néhány személynek, illetve kiemelten egy konkrét személynek, Ungár Balázs kollégámnak, népzenetanárnak és cimbalmosnak kiemelkedő szerepe van. Nyilván, hogy a siker egyik záloga is, hogy úgy gondolom, talán nem túlzás azt mondani, hogy minőségi produkciókat igyekszünk a színpadra állítani. Természetesen azért ebbe az is belefér, hogy a kezdőket, a növendékeket is a maguk kicsit még esetleges bájával együtt megmutassuk. Ezért többségében már rangos formációk lépnek itt színpadra. És hát van ennek a népzenének úgy gondolom valami olyan fajta sodró ereje, ami még a székhez szögezve is, tehát nem engedve a lábakat táncolni, vagy a szájakat énekre nyílni, valahogy mégis magával ragadja a közönséget. De a Balázs személyében szerencsésen egy olyan kollégára találhattunk, aki nem csak a népzene vonalán sikeres, hanem azért emögött ott van az ő menedzseri tevékenysége is, élve ugye a mai lehetőségekkel, megfelelően használva a világháló és a különböző médiumok lehetőségei, tudja ezt megfelelően népszerűsíteni. És hát ezen összetevőknek a hozadéka az tulajdonképpen, hogy ez a népes közönség számít, ugye több száz főről van szó, nem csak a turai érdeklődők közül kerül ki, sőt még azt is mondhatom, nem csak a galgamenti kistérségből, hanem bizony az ország távolabbi pontjairól is elővételben váltanak jegyet erre az eseményre. Azt gondolom, nagyon fontos megemlítenünk azt a tényt, hogy a fellépő zenekarok, akiket itt a színpadon láthattunk, mindegyikének van valamilyen féle kötődése Túra városához. Te, mint művelődési ház vezető és a kulturális élet központjában résztvevő személy, hogyan látod ezt a dolgot? Miért ennyire központi hely a városotok ebben a témában? Hát Turának itt a térségben, Aszódtól eltekintve, mert ott ugye nyilván már jóval régebben folyt a Podmanicki Művészetiskola keretében a népzene oktatás, de mi, mint egyik tagozata, a művelődési ház keretei között, itt a galgamenti térségben talán elsőként indítottuk Ungár Balázs kollégámmal a hangszeres népzeneoktatást, és ennek a több éves fáradtságos, kitartó munkának lett az eredménye, hogy nagyon sok zenekari formáció nőtte ki magát, ugyanis az a fajta tevékenység, amit ő népzenetanárként folytatott, arra is helyezte a hangsúlyt, hogy ne csak magát a hangszeres tudással játítsák el a növendékek, hanem hogy ez hasznosuljon is majd valamilyen formába. Mai napig úgy folyik az oktatás, hogy a legkisebbeket is igyekszik zenekarrá rendezni, találunk nekik valamilyen megfelelő hangzatos nevet, és hát így folyik ez a fajta oktatói munka, és gyakorlatilag már kicsiként is megérzik azt, hogy mi miatt van értelme népzenét tanulni, és hát ennek a különböző hasznosulási formái nyilván ugye, hogy be vannak vetve olyan alkalmakra, amikor egy néptánc együttes lehet kísérni, a kicsik még a kisebbeket, a nagyok a nagyobbakat, táncházba muzsikálni. És gyakorlatilag ezt a fajta tevékenységet, hogy gondozza és kicsit menedzseli is ezeknek a zenekaroknak az életét, már akkor is, még akkor is folytatta, meg akkor is besegített, amikor már valamennyire híre lett, például az első generáció Zagyva bandának, ami úgy gondolom talán a legismertebb, de már a többiek neve is, ha megemlítjük a Tarsoly zenekart, az Emse zenekart, szintén jól csengő nevek itt a környéken. És hát ugye az említett zenekarok mindegyike képviselte magát a színpadon, a koncerten is, amit egyébként kedves nézőink hamarosan láthatnak is, ugyanis a teljes anyagot le fogjuk vetíteni a közeljövőben a Régiópusz televízió műsorán. Ugye itt a népi hagyomány jegyében nem csak a népzenéről, hanem ahogyan már említetted, a néptáncról is beszélhetünk, és ha jól tudom, most ez az ág is ismét felfrissülőben van Turán. Így van, de azért meg kell említenem, hogy tehát nem csak ez az ág, hanem kicsit úgy indítanám, hogy valamiféle kötelezettsége van, egy erkölcsi kötelezettsége is Turának, hiszen kötelez az bennünket, hogy 1906-ban Bartók Béla több mint 100 népdal gyűjtött Turán, úgyhogy nem véletlen, hogy a művelődési háznak is az ő személye a névadója.
és hát az a fajta szellemi hagyaték, az a felfogás, ahogy a népművészet felé Bartók is közelített. Ez szerencsére ezt a szellemiséget mindig ébren tartották az elődeim is, úgyhogy ennek köszönhetően folyamatos a néphagyomány ápolása különböző szinteken, tehát a népzenét valamiféleképpen ugye már kimerítettük, említetted a néptáncot valóban. Gyerekkorosztálynak hasonlóan a népzenéhez szintén művészeti iskola kihelyezett tagozataként, csak itt nem Aszúthoz, hanem a Jászberényi Viganó alapfokú művészeti iskolához kötődve van néptánc tanulási lehetőség, illetve már a kisebbeknek óvodáskorba, de utána éreztünk egy kis űrt, hogy azoknak a gyerekeknek, akik kikerülnek a művészeti iskola rendszeréből, nincs hova tovább lépni, és hát hál' Istennek ennek korábbi években volt egy bizonyos sikeres történet, a sikeres fejezete, és ezt szerettük volna egy kicsit újraéleszteni, nem is feltétlenül ugyanazokkal a tagokkal. Tehát valóban ez most lendületet vett, és az első bemutatkozása meg is volt a Művelődési Ház évzáró műsorán. De emellett mindenféleképpen meg kell azt is említenem, hogy például az alkotóművészet területén is érezzük ezt a fajta említett erkölcsi kötelességet, ott pedig a Turai hímzésnek a további éltetését szeretnénk folytatni. És erre létre is hoztunk egy alkotókört, egy kis hímző szakkört. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert ott pedig egy másik kollégám, Újvári Tünde személyében, aki ugyan egy Erdélyből származó hölgy, de pillantok alatt elsajátította ennek a motívumvilágnak a sokféleségét, az öltés technikának a sokféleségét. Úgyhogy hál' Istennek ilyen kollégákkal felvételve folythat a szakmai munka a Művelődési Házban. Ha már kitértünk a szakkörre, amit itt említettél, akkor beszélgessünk egy kicsit a Művelődési Ház életéről. A hétköznapok, illetve a hétvégék során milyen csoportoknak, illetve tevékenységeknek ad otthont a Bartók Béla Művelődési Ház? Természetesen a népművészet csak az egyik irány, de emellett ugyanúgy a mai divatos például mozgás lehetőségeknek is említhetem itt a zumbát, vagy az aerobiknak különböző ágazatait. Ezeknek is ugyanúgy helyt ad a Művelődési Ház, szijátszó csoportunk is működik több korosztályban, ők is néhány előadással itt a környék színpadain is bemutatkoztak már. De kézműves foglalkozás is van gyerekeknek, ugye szintén a hagyományos népi technikák mellett a napjainkban divatos technikákat is megismerhetik. És hát emellett mondhatom, hogy nagyon sok civil szervezetnek adunk helyet, kiszolgáljuk a önkormányzati intézményeknek a különböző kulturális eseményeit, és hát természetesen a saját szervezésű programjainkban igyekszünk megszólítani olyan embereket, akiknek az érdeklődése lehet, hogy egy kicsit túlmutat az említett közösségi formákon, és így lehet például, hogy az idei farsangunkban nem csak a tánc, vagy a népzene, vagy a néphagyomány kedvelőit szólítottuk meg, hanem egy másik felragyogó Turai Csillag, Mackó Ádám, stand-up kamedis fiatal ember közreműködésével vagy szervezésében február 11-én szombaton lesz is egy olyan eseményünk, ahol a humoré a főszerep, és az ő szervezésében más közismert előadók is, Szenteveres Adrián, Őszi Attila is a vendégeink lesznek a Turai színpadon. Hát aztán sokféle egyéb kitekintési lehetőséggel is próbálkozunk, például a mozgóképkultúra területén korábbi években tök sikeres filmklub sorozatunk volt, jelenleg igazából nosztalgia vetítésekben gondolkodunk, egy kicsit azt is megcélozva, hogy a helyi emberek ugye a helytörténeti ismeretekkel gazdagodjanak, a múltat ismerve tudják értékelni a turai lehetőségeket. Említetted a farsangot, és ezzel meg is előztél a következő kérdésemben, hiszen ugye újévi koncerttel nyitottátok a 2012-es évet, most azonban, ahogyan már itt ezzel is hangzott, lázasan készülöttök a farsangra. Milyen programokkal fogjátok várni, hogyha egy kicsit részleteibe belemerülünk az érdeklődőket? Hát az említett eseményen felül, ugye utaltam arra, hogy a farsang természetesen tánc és zene nélkül nem múlhat el,
Úgyhogy a nyilvános rendezvények közül megemlíteném még, hogy február 18-án a gyerekeknek délután 3 órától táncház lesz, és a táncház vezetők, azok a csoportvezetőink lesznek, Szokolik Szabolcs, Szokolik Melinda, Gyenes Orsolya, akik az intézményen belül folytatják ezt a szakmai munkát, és hát a újévi koncerten is hallhatott zenekarok közül, most éppen az Emse zenekar a soros, aki majd a talpalávalót húzza. Ugyanezen az estén hagyományos batyusbál lesz, amit egy picit azért merek a nagy közönségnek is ajánlani, mert valamikor ez egy zárt körű esemény volt, ez már inkább egyfajta ilyen lakodalmos muzsikára szól, tehát itt csak a műsoros része koncentrálódik a népzene, mert valamikor ez egy zárt körű esemény volt, tehát mert olyan gazdag volt a helyi hagyományőrzőknek a köre, hogy gyakorlatilag az a létszám megtöltötte a művöldési házat. De azért is tenném, ugye ott van a felkiáltójel, azért is tenném oda, mert hát sajnos, hogy ugye ez a létszám az évtizedek során elapadt, úgyhogy igyekszünk megszólítani azokat az embereket is, akik lehet, hogy nem tagjai egyetlen egy művészeti csoportnak sem az intézményen belül, viszont azzal az értékrenddel, ami zászlajára tűzte a néphagyományőrzést, tud azonosulni, és szívesen tagjává válik alkalomszerűen is egy ilyen esemény kapcsán ennek a közösségnek. A többi eseményről, ami Farsangban lesz, ott részleteiben azért nem ejtenék szót, mert mind-mind valamilyen zárt közösséghez kapcsolódik, legyen szó egyházról, iskoláról, vagy civil szervezetről, és nyilván ebből adódóan azok a farsangi események zárt körül rendezvények. Azonban az eseményeitek nem csak a művelődési ház falain belül zajlanak, most sem, hiszen a tavaszi hónapokra terveztek kültéri rendezvényeket is, mivel ugye nem olyan régiben megújult a gyönyörű szép Turai főtér. Mire lehet számítani a jó időben köszöntével nálatok? Hát az elmúlt esztendőbe került felavatásra Tura megújult főtere, és akkor már a nyitóbeszédben Szendrai Ferenc polgármester úr megfogalmazta azt a szándékát, hogy azon túl, hogy egy kis arculati megújulást kapott a tér, az igazi lényeg eleme a közösségteremtő ereje lenne, hogy belakják az emberek és használják ezt a teret. Ő úgy is fogalmazott, hogy boldog békeidőket idéző hangulatot egy sör vagy egy kávé mellett ott eltöltve színvonalas programok várják a látogatókat, és természetesen nem csak a turaiakat. És ennek nyitányaként igazából az első alkalom az éppen március 15-e egy nemzeti ünnep lenne, ahol a főtéren felállított zenepavilonba lenne egy olyan összeállítás, ahol szintén megjelennek majd azok a művészeti csoportok, amelyekről már említést is tettünk. De az igazi, úgy mondom, közönségcsalogató, inkább idegenforgalmi jellegű eseményre majd május utolsó hétvégéjén kerülhet sor, amikor is visszatérve egy kicsit a korábbi szokásunkhoz, de megtörve sajnos néhány évre a hagyományt, újra csatlakoznánk a kihívásnapja országos sportrendezvényhez, tehát ez lenne a nyitónapja és a zárónapja szombaton. A kihívás napi az egy szerdai kötött időpont mindig, és május utolsó hétvégéjén szombaton pedig ugyancsak egy népzenei eseménnyel várnánk az ide látogatókat, szintén a említett kolléga Ungár Balázs szervezésében. Csak itt a koncert ugye már szabadtérben valósulna meg, és olyan előadók lennének az ország különböző részéről, akik tulajdonképpen versenyezni jelentkeznének, tehát egy népzenei, egy országos szintű népzenei versenyre a Turai Művelődési Házban rangos szakmai zsűri előtt bemutatva a tudásukat. Tehát inkább erre a közeljövőbe utalok, aztán természetesen folytatódnak majd nyáron, illetve a szeptemberi városnappal a főtér különböző szabadtéri eseményei. Amiről pedig ismét fogunk majd tájékoztatást adni kedves nézőinknek, visszavárunk majd a portába. Köszönjük szépen. És hát azt gondolom, hogy nem kis fába vágjátok akkor a fejszéteket. Én nagyon sok sikert kívánok az eljövendő programokhoz, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velünk. És köszönjük szépen. Önök a Porta 30. adását látták.
Műsorunkat már az interneten is nyomon követhetik, a www.regioplustv.hu oldalon, a videótár menüpontra kattintva. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottak, várom Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!